A HMDK gazdaköre és a magyarországi Somberek és környéke gazdakör az Eszék és Martonvásári Kutatóintézetek támogatásával búzafajta bemutatót szervezett május 23-án a határ mindkét oldalán, a magyarországi Sombereken és a drávaszögi Karancson is. A projekt célja, hogy népszerűsítse a termelők körében Magyarországon a horvát, Horvátországban pedig a magyar búzafajtákat. A karancsi szabógazdaság Karancs és Kő települések között elterülő búzatáblájában magyarországi és horvátországi szakemberek, valamint baranyai és szlavóniai termelők új búzafajtákkal ismerkednek. A fajta bemutató keretében olyan nemesítéseket mutattak be Karancson, előtte pedig a magyarországi Sombereken, amelyek a hagyományos fajtáktól eltérően jobban alkalmazkodnak a változó időjárási feltételekhez, és magasabb termésbiztonságot adnak. Tulajdonképpen ezek a martonvásári búzák, amelyeket itt láthattunk, ezek ötvözik a klasszikus értékeit a búzafajtáknak a mostani intenzív termesztés technológiai követelményekkel. Tehát nagyon jó ellenálló képességük van, jó a télállóságuk, jó a nitrogén felhasználó képességük, nagyon intenzív a fejlődés menetük, és ezzel ki tudják szolgálni azokat az igényeket, ami az új intenzív termesztés technológia támaszt velük szemben. A bemutató drávaszögi helyszínén Szabó Attila, a HMDK gazdakörének elnöke köszöntötte a megjelenteket, többek között Horváth Zoltánt, a magyarországi Baranya vármegye főispánját, Romeo Jukicsot, az Eszék Baranya megyei mezőgazdasági és vidékfejlesztési főosztály vezetőjét, Magdó János eszéki magyar főkonzult és Jankovics Róbert parlamenti képviselőt. Azt lehet mondani, hogy a gazdakör tagoknak 60%-a, 70 itt volt jelen, aki növénytermesztéssel foglalkozik. Végignéztük, végignézték a fajtákat, hát hogy ők fognak egyenként ugye egyedileg eldönteni, hogy vásárolnak-e magyar vetőmagot, nem-e, maradnak az itteniekkel. Hát meg kell próbálni, ki kell próbálni, lehet, hogy egyik faluba nem annyira jó, mint a másikon, ez persze függ a talajminőségtől is, vetéstől is, a technológiától is, hát meg persze föntről is. A HMDK gazdaköre és a magyarországi Sombereki gazdaszervezet már évek óta együttműködik. Ezzel a találkozóval most még szorosabb lett a kapcsolat, és mindkét oldal bízik benne, hogy a termelők sikerrel fogják alkalmazni a bemutatott gabonafajtákat a határ mindkét oldalán. Én úgy gondolom, hogy mi megtettük mindent, úgyis, mint gazdálkodók, úgyis, mint gazdaköri elnökök. Én pozitívan értékelem ezt a napot, mint mindig is. Attiláikkal nagyon könnyű együtt dolgozni, nagyon sok közös dolgunk van, közös az észjárásuk, közös a problémák is. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is ugyanígy lesz, ránk mindig számíthatnak, és én is számíthatok mindig Attiláikra. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák és összehasonlítsák a horvátországi és magyarországi búzafajtákat. Ami a magyarországi és horvátországi búzafajtákat illeti, mindegyiket használják a térségünkben, tehát Magyarországon már egyre jobban elterjedtek a horvátországi búzafajták, különösen azok, amiket az Eszéki Kutatóintézet terjesztett el Magyarországon, mivel erősen jelen vannak a térségben, viszont a magyarországi búzafajták még nincsenek olyan szinten elterjedve a horvátországi gazdák között. Amit a határok elválasztanak, azt a búza összehozza. Így fogalmaztak a bemutatón, de arról is beszéltek, hogy az ilyen határon átnyúló kapcsolatok által megosztva a tudást és a tapasztalatokat, a gazdák könnyebben alkalmazkodhatnak az új kihívásokhoz, mint amilyen például az éghajlatváltozás.